Már megint Hungaroring, de most egy egészen speciális versenyre jöttem ki. Sajnos Gam nem tudott velem tartani, és már most látom és hallom, hogy bánni fogja, nagyon bánni. Itt a klasszikus versenyautók, nagyon-nagyon régi, leginkább a 60-as, 70-es, 80-as évek versenyautói fognak részt venni és felvonulni, és nem az a lényeg, hogy felvonulni, hanem versenyezni is. Igazi versenyeket láthatunk, majd gyertek, tartsatok velem! Amikor a klasszikus versenyautókat, régi-régi 60-as, 70-es évekbeli igazi dögös autókat látunk, akkor legkevésbé talán az jut eszünkbe, hogy ezek az autók versenyeznek, hiszen miért ne vigyáznának rá, gyönyörű állapotban vannak, legtöbbször gyűjtők tulajdonában. Ugye ezek a legtöbb esetben megismételhetetlen gépjárművek, nem lehet újat kérni, alkatrész utánpótlás nagyon nehéz vagy nagyon drága. Mi a túrónak mennék föl egy versenypályára, és ott veszélyeztetném a karosszériát, vagy a motort. Hát ezek a csókák itt teljesen másképp gondolkodnak, ezek nem féltik az autójukat, és föltolták magukat most éppen a Hungaroringre. Természetesen azért itt nem csak versenyautók vannak, vagy legalábbis nem csak olyan autók, amik folyamatosan versenyeznek, hanem a kornak megfelelő autók is. Itt a hátam mögött éppen most próbál elütni egy csodaszép busz, egy kicsit arrébb is megyek, mert tényleg előtt. Szóval itt van egy hatalmas nagy kiállítási tér, ahol a kornak megfelelő autókat látsz, ott van egy Lada is. Na, de egy barom vagyok, azt mondom Lada, közben egy 125-ös Polskiról van szó. Természetesen versenyre felkészítve. Ezt a komoly belsőt nézzetek, srácok. Hát azért más, mint a Lamborghini GT3, mi? Annyi. A legfontosabb, amit nem tudottak visszaadni, hangok. Ezt nem érzitek, ezt nem érthetitek, ezt nem hallhatjátok egy ilyen vaszak kis kamerán keresztül, meg azon a nyomorult kis monitoroton keresztül, amit... Ott állsz mellettük. Szeretnéd befogni a füledet, hogy ne szakadjon be a dobhártyád, de nem teszed, mert hallani akar.
Hallod, még ha az utcán elmegy, akkor se fogja itt tolni neki. Elképesztő, gyertek vissza legközelebb. Például a Hungaroring Classicra 2018-ban egész biztos, hogy lesz újabb évad. Mi meg gyertek vissza legközelebbi adásba, nyomjátok a lájkot, nyomjátok a feliratkozást. Sziasztok! Te hülye, hogy nem jöttél!